Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Fókusz és Távolság sorozatnak a mostani aktuális részében. A Pentelényi Pali mindig annyira jó partnereket választ nekem, és most annyira örültem, hogy az Olgával fogok beszélgetni. Hívhatjuk őt Kocsi Olgának, de Holi Olgának is, ezt majd el fogja mondani, hogy ez a név honnan jön. És pont nézegettük itt, amikor így felvezetés, hogy ki kicsoda, akkor pont néztük, hogy háromszor nyerte el a Derkovics ösztöndíjat, a önéletrajzából kihagyta azt, hogy Leopold Bloom shortlistes is volt, különböző, most a díjakat nem is sorolom föl, mert igaziból az én érdeklődésemet az ragadta meg a legjobban, amikor azt láttam, hogy nem csak a média design doktoriskolájába, tehát a MOME média design doktoriskola hallgatója volt, hanem közben még karosszéria lakatos, és mi volt a másik? Villanyszerelő OKJ képzésen is részt vett, és utána még a performance szakot is elvégezte, tehát egy nagyon képzett művésszel van dolgunk, akinek most is látható kiállítás a Pannonhalmán, és innen indulunk is, innen nézzük akkor a képeket, úgyhogy sok szeretettel köszöntjük Kocsi Olgát. Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok! És akkor a Pannonhalmával kezdünk, ez még november 11-ig látogatható, úgyhogy akinek van kedve, az zarándokoljon el. Mély József a kurátor, és egyébként zarándoklat a téma, és ez egy csoportos kiállítás. Ott van egyébként egy ilyen számomra nagyon jól ilyen beérett munka, ez egy ilyen fal, a Hóli Olga, ahol a hány kép egy kép, és ez egy ilyen 172 darab üvegkép, ami tulajdonképpen a Csontvárinak a zarándoklat a cédrushoz van elrendezve. Tehát az alsó képet látjuk, én úgy azt szerint rendeztem el a felső kis Olga képeket. És közelebb nézzük, akkor ott a nagy körben lévő kép, amit egy osztatással még az egyetem alatt Berendek Adrián fotózott rólam. Ez egy parafrázis feladat volt, és hogy ő meglátta bennem ezt a pluszt, és hozott nekem egy ilyen lepedőt, és kitalálta, hogy legyek én Jézus a parafrázis feladatom, egy ilyen világítás technikai. Meglátta benned a szent kép faktort. és egy világítás technikai feladat volt, és utána én elkezdtem használni ezt a dolgot, és ahova utaztam külföldre, ott elkezdtem magamról sorozatban csinálni ezeket a fotókat. És ez most már 2010 óta folyamatosan egy növekvő sorozat, és most volt először, hogy ez így ki van állítva, tehát ez ide Pannonhalmára készült. De miért lett ennyire érdekes neked ez a szentkép típus, vagy szentkép ábrázolás? Volt a gyerekkorodban is egy ilyen szentkép, nem? Ami fölöttünk, ugye én egy ilyen Mária képpel nőttem föl, ezt mind sose kötöttem össze egyébként, hogy én hogyan vágytam a festményi, ami alatt aludtam. És igen, az összes képen én vagyok, kivéve az egyiken, amit most nem tudom, az egérrel látják, hogy mutatom, hogy ez az arborétumban ez egy milleniumi fenyő, ami elkezdett haldokolni, és én ezt beválasztottam, hogy ez is egy olyan arckép tulajdonképpen, mert amikor készítettem ezt a sorozatot, akkor én nagyon-nagyon el voltam fáradva, és úgy éreztem, hogy ez a fenyőfa is én vagyok. Úgyhogy... Tehát ez a Pannonhalmi arborétumnak egy ilyen kiszáradóban lévő fája. Igen, sajnos megtámadták ott azt hiszem a rovarok, és akkor valószínűleg el fog pusztulni. És mindenféle helyeken készültek képek, például ott arról ez a Namjoon Park-nak a TV buthájában mögé állok, és ott ez a hány kép a képben, meg ugye ez is, hogy maga a nagy képben is kis képek vannak. A London Tét, tényleg vannak mindenféle, sok kép van mindenhonnan. Vannak ilyen önmagában parafrázisok vannak, nagyon sok kép van. De 172, de van egyébként disznóvágásos kép is, amit külön kért a Józsi, hogy ne rakjak, ide kiraktam. És az nyilván látszott az előző fotón, hogy tulajdonképpen a képek, azok a Csontvárinak az arándoklás a cédrusokhoz. Formában vannak elrendezve. De az ott megjelenik valahogy? Tehát ott van maga az arándoklás? Hát az van, hogy egyébként én elkezdtem rajzolni, mögé rajzolni, egy ilyen UV-láthatatlan tollal, de aztán ezt is a Mély József kurátor kiszavazta. Mesélek már egy fura dolgot, hogy az UV-val alárajzoltam, és ez a mai napig látszódik, de van egy másik munkám ott, mert én most három új munkával készültem oda, ez a láthatatlan utazás,
Úgy ez a zarándoklat volt a téma, és én arra gondoltam, hogy egy ilyen belső zarándoklat is. Én most elkezdtem februárban újból járni pszichológushoz, terápiára, és amit tulajdonképpen a pszichológusnak rajzoltam le magamról, egy ilyen, hogy én ki vagyok, meg mik a problémáim, ezt úgy gondoltam, hogy én ezt fel fogom oda rajzolni a falra, de ilyen láthatatlan UV-ra látható tollal. Tehát, hogyha valaki csak este nem látja, ha szán rá időt, és megnézi egy lámpával, akkor meg tudja nézni ezt. És az a furcsa dolog történt, hogy ez ugye elve egy nagy vállalás volt valahol, hogy én nagyon megmutatom magamat, de közben el is rejtem, mert csak azok számára, akik tényleg szánnak rá időt, és ez én voltam ez a rajz minden egyes problémámmal, meg mindennel együtt, hogy eltűnt a falról. Egyszer csak hívtak augusztusban, hogy nincs a falon semmi. Vagy a fal megette, én ezt úgy értelmeztem, hogy így ilyen tovább lépésre került ez. És úgy döntöttem, hogy nem visszaállítom a művet, hanem egy újat hozok létre. Én fel is írtam itt a falra ezt a szöveget, hogy ide rajzoltam ezt a rajzot, és hogy ez pár hónap múlva eltűnt. És egy ilyen tékövéjártot hoztam létre tulajdonképpen, hogy az emberek, ha vakúval lefotózzák, akkor ezt az alsó képet látják. Tehát, hogy kiíródik, hogy recovery. Tehát, hogy ezt... És az előző kép, ahol egy nyúl ül így... Azok mind én vagyok. Tehát, ez volt az eredeti kép, ami eltűnt? Az volt, hogy középen volt egy doboz, és most pont olyan képet nem raktam be. Tehát egy nagy üres fehér fal volt, középen egy doboz, két kis lámpával, és a lámpa jobb és bal oldalán is voltak rajzok. Tehát én két rajzot vittem a pszichológushoz, és azokat lehetett megnézni, és minden eltűnt, tehát valahogy felszívta a fal teljesen. Tehát egy nagyon érdekes volt egyébként, hogy az így hova lett, és az az érdekes, hogy csak erről a falról tűnt el, mert amikor megnéztem, hogy mi az, amit mögé rajzoltam, az meg ott volt. Tehát ez egy ilyen, nem tudom, egy pannonhalma. És van még egy harmadik, ez ilyen félig készmű, én kitaláltam, hogy lesétálom Rákospalota pannonhalmát, és akkor ennek az ilyen képpen leképzése, vagy ilyen elképzelés ennek az utazásnak, hogy így egy 5 útvonal, 7 megálló, szeretnék 3 társat, és akkor, hogy az volt, ami nekem fontos, hogy ilyen találkozás útja önmagaddal. Amikor megérkeztem Pannonhalmára, akkor nagyon zaklatott állapotban voltam, és minden nap lementem oda a arborétum, és a labirintust végigjártam, és ott a labirintusnak a feliratában volt ez, és azt onnan emeltem ezt a 3 szótát, hogy találkozás útja önmagunkkal, és ezt még nekem le kell sétálni. Szerintem én még november elején, vagy valamikor mindenképpen szeretném megtenni ezt a távot. És itt, amit alul látunk, ezeként a kicsi betonikonok, én ott elkezdtem kísérletezni egy olyan dologgal, hogy éppen a betonba nem rányomtatok, hanem a képet úgy hozom létre, hogy belerakom a betonba. És most, amit itt van mögöttünk, ez tegnap készült el, ez is egy ilyen hatalmas, nagy ilyen beton ikon kísérlet, és itt is átszívta tulajdonképpen a képet a beton, és akkor így le kell mosni róla a papírt, ez sima nyomtatóval van rányomtatva, és akkor nagyon érdekelt, hogy vajon ez vajon működik. Ezekkel még kísérletezem, tehát ezek ilyen próbálkozások még. Ez nagyon érdekes, mert ugye itt is beszívja a beton a képet, és a másik rajz meg eltűnt a falban, úgyhogy falban eltűnő képek, vagy falból előjövő képek, ez is lehet majd a sorozat címe. Ez pedig megmosztam egy olyan munkát, amit most a Műszaki Egyetemen voltam a rezidens művész egy évig, és itt 13 emberrel készítettem különböző felvételeket. Én a dr. Kisrita Máriánál voltam a mozgás laboratóriumban. Ott különböző, úgy lehetett eleve pályázni, hogy projekted és hogy laborba. És én az Ágoston Dorottya nevű PhD hallgató volt az, aki nekem segített ezt a szerkezetet. Ott már van egy ilyen motion capture szerkezetük beüzemelni, és én minden egyes mozgást, amit fölvettem, azt felvettem az ő motion capture rendszerükkel, amit most látunk képet, ez a férjem írt nekem, Móresz Dávid, a Kinect és egy saját szoftver www-vel van egy ilyen, szintén ilyen én általam használt ilyen egyedi szoftver, ami meg tudja állítani az időt, meg így lefényképezni. Felvettem videóra, és fotósorozat is készült. És ezen a képen például Illés Anikó látható, aki egyébként egy docens, egy kutatópszichológus, de amikor hazaér, akkor ő is egy anyuka. És itt ül egyébként, úgyhogy üdvözöljük. És hogy ő is otthon főz. És hogy az érdekelt a láthatatlan munkában, hogy mi az olyan mozgások, amit egyébként elvégzünk. Tehát az is fontos, hogy ki csinálja, miért csinálja, és hogy mit csinál. 13 emberrel készítettem ilyen különböző felvételeket. Végén ilyen üvegre nyomtattam ezeket a képeket, illetve ez, amit látszik, hogy a motion capture, tulajdonképpen egy a mozgásnak itt a szín látszik, hogy hogyan rajzolódik ki. És akkor ebből készültek, mert ami nagyon érdekes az ő munkájukban, vagy ebben a rendszerben, hogy háromdimenziós, tehát egy mozgásszobrot is lehet előállítani ebben.
Itt például Mezei Bence, ő egy táncos és egy színész, és vele is beszélgettem, hogy mit szeret csinálni, és ő nagyon szeret teregetni. Tehát ő szeret, hogy szépen teregetni, és felvettem az ő teregetését. Itt látható üveglapokon, ahol Mezei Bence tereget. Itt látható a BMI-nek a K épületében volt az aulában ez a nagy kiállítás. Egy elképesztően túlnőtt rajtam az egész, tehát a 13 emberből mindenkiből készült egy egyszer egy méteres acéllap, kb. 200 kiló üveg, és hogy ilyen nagyon-nagyon nagy méretűvé nőtt, és az a legrosszabb, hogy én amúgy 30 embert írtam össze, csak szerencsére nem sikerült mindenkivel felvételt készíteni. Itt szintén Mezei Bence mondta, hogy nagyon szeret szépen felmosni is, de csak ha szépen fel van porciózva, söpörve azután, úgyhogy róla is készült egy ilyen felvétel. Itt Csabi Sándor, ő egy ismerősöm, egy apuka, és akkor ő a gyerekkel, ahogy zsip-zsupot játszott, nagyon, nagyon érdekes volt, mert az Ágostondról, hogy ennek eszébe jutott, hogy olyan, mint amikor kettlebell-lel csinálják ezeket a mozgásokat, mondta, hogy lehetne is ilyen babatornát csinálni. Tehát itt például egy apuka a gyerekkel, ahogy játszik, ez annak az üvegsorozata. Ez pedig a Mucsi Emese, ő egy kurátor, ugye itt egyébként a kapában, megkértem, hogy gyönyörű szép hosszú olyan a mesinek, hogy egy fésüködést, mert hogy a self-care, amit magunkkal foglalkozunk, az is egy ilyen láthatatlan munkat tulajdonképpen, és nagyon tágan értelmeztem ezt a munkafogalmát, és itt van, hogy a mesi például fésüködik, ez a www és a kinektel egy ilyen képe. Ezen a képen pedig Szeri Viktor, aki egy táncos és média design diplomával rendelkező kortárs művész, ugyanakkor koreográfus, aki Airbnb zuhanykabint takarít. Mert vele is beszélgettem, hogy nincs egy jó mozdulata, vagy mi az, ami erről neki eszébe, és mondta, hogy Olga, van egy nagyon jó koreóm, ahogy az Airbnb-be a zuhanykabint. És akkor ő is eljött, ez annak a szobra, tulajdonképpen ez annak a mozgásának a szobra, és itt pedig az acélkép, ahogy csinálta ezt a mozgást. Na most itt egy picit álljunk meg, mert ugye mégis itt vagyunk a Kapa központban, és mégiscsak fotóalapú művekről beszélünk, hogy neked mit jelent a fotó, meg mikor kezdtél el egyáltalán mondjuk fotóval foglalkozni, vagy a fotón gondolkozni, vagy ez is sose vált külön, hanem mindig olyan komplex módon használtad a dolgokat, ahogy most itt látjuk. Engem nagyon érdekelt a fotográfia, már egészen kiskortól. Először egyébként én mindig váltogattam a médiumokat, tehát ilyen szerintem általános iskolában a grafika érdekelt, a rajzolás, aztán szerintem szakközépiskolás voltam. De már általános iskolában elkezdtem analóggal fényképezni, és szakközépben volt 2002-3 környékén az első kicsi digitális gépem. Iszonyatosan érdekelt a fotográfia, én amúgy jelentkeztem Kaposvárra fotószakra, a Momira is jelentkeztem fotószakra, soha nem vesztek föl sehova, még a alkalmasi vizsgákon elbuktam. Összesen egyébként aztán 4-szer jelentkeztem a Momefotó, intermédiára is 4-szer jelentkeztem, meg Sopronba grafikusnak. Én amúgy körbefelvételiztem ebbe az országot, Eger képjábrázolás, és így sehova nem vettek föl, mert én ott Rákospalotán a rajzszakkörbe jártam, és akkor így nem tudtam, hogy mit kell csinálni. Tehát én nem tudtam azokat a dolgokat, amit ők kérnek, én valamit vittem, de nem... Tehát olyan, hogyha elmennék táncolni, csak nem tudom a tánclépéseket. És akkor mások meg ugye elmentek tánciskolába, de én meg nem tudtam, hogy el kell menni tánciskolába, és akkor lehet így tovább lépni, és ezek így kimaradtak. Aztán én is elkezdtem, az volt egy ilyen fordulópont tulajdonképpen ilyen 2007 körül, amikor elmentem megnézni egy ilyen diplomakipakolást az intermédián, meg a Műcsarnokban volt egy ilyen magánügy című kiállítás, és akkor itt kinyílt a világ, hogy mennyi minden van, meg hogy nekem is vannak tök hasonló ötleteim, csak nem tudtam, hogy ilyeneket kell csinálni, vagy lehet is csinálni. Igen, valami ilyesmi. De a fotó nagyon, mint a médium, tehát az analóg fotó is nagyon érdekel. Én Erasmuson is nagyon sokat cianotípiáztam, meg ilyen archaikus, illetve most van egy olyan ötletem, hogy ezt az irányt, amit most elkezdtem itt az üvegképekbe, visszaforgatni analógra. Tehát akarok csinálni, csak ez még nem kezdtem, mert el akarok menni valaki, aki megtanít ezt ez is kolaidos képeket, de a digitálisból. Tehát ezek nagyon érdekelnek ezek a csavarok, meg az időhúrkok. Engem érdekel abszolút a fotográfia maga, mint a médium is, tehát az apparátus, meg hogy avval mit lehet kezdeni. Régebben, amilyen 2005-6 körül azt hittem, hogy például a riporter fotográfia is érdekel, aztán tök érdekes volt rájönni, hogy ez mégsem érdekel, vagy a fotográfián belül mi érdekel engem, vagy hogy teljesen más módon nyúlok, azt hiszem, a médiumhoz. Vagy nekem is van fényképezőgépem, de aztán mégsem avval cipelem magammal, tehát amikor is avval fényképezett, nem azon keresztül, de volt olyan időszak, tehát hogy tök vicces volt, amikor a Winchestereket így keresgettem, meg még ilyen DVD-ket, és hogy 2006-ban találtam a Koronci Endréről egy képet, a Critical Mass-ról. Már akkor még vittem magammal, és nem is ismertem a Koronci Endrét, és el is küldtem neki, hogy nézd már, hát ott vagyok a
Csibével, meg mindenki, mert én csak mentem az eseményt fényképezni. Tehát voltak ilyen időszakaim, aztán később azt rájöttem, hogy az mégse annyira a fontos számomra ez a dokumentarista, vagy a dokumentum, vagy más módon. És mi történt a média design szakon? Mert akkor végül is oda mikor vettek fel? 2008-ban. És ott az kitágította valahogy az addigi felfogás? Hát én egyébként már előtte jártam egy másik multimédia, még egy multimédia fejlesztő OK-ra is jártam, és én ott tanultam meg igazából ilyen mindenféle szoftvereket használni, meg ilyen eszközöket, meg kamerát, meg ilyen dolgokat. De a média design szak az volt izgalmas benne, hogy így hagytak játszani, mint egy ilyen játszótér. Tehát én ott csinálhattam, amit szeretek. Nekem ez volt, ami jól esett abban, és én oda jártam BA-ra, MA-ra, és nekem a Szirtes János maradt ugye a doktorin és a témavezetőm. Tehát nekem egy ilyen nagyon jó érzés volt ott lenni. És mi lesz a doktorid? Hát azt most már muszáj lenne befejezni. 13 és 16 között jártam a még régi rendszerbe, úgyhogy most már 10 éve kezdtem el, és most már be kéne fejezni. Tulajdonképpen az egyébként, amit most a Velencei Biennálra beadtam pályázatot, amit még korábban egy ilyen performance-ot csináltam, abból egy ilyen továbbforgatva, egy ilyen installatív dolgot, ami az emberekkel együtt egy ilyen kiállításban kiegészül, de ennek is ilyen, nem, szóval még, ezen még dolgozok, de ez még kell írni egy disszertációt, de most már muszáj lesz, mert János azt mondta nekem, hogy ő már nyugdíjba akar menni, úgyhogy megijedtem. Jó, akkor még előtte. Akkor nézzük tovább, most a kiski időhurokban. Ez volt a VM-én a kiállítás. Itt a Szabó Esztert látjuk egyébként, aki szintén itt van, neki is integetünk, aki meghímzett nekem egy mosogatást. Ez pont Kővágorgoson voltunk egyébként a Mesivel három, akkor neki is, mindenkivel egy ilyen beszélgetésből indult ez az egész, és a Szabó Eszter Ágnes mondta, hogy van egy nagyon jó ilyen rajz, hogy a házgyári konyhákat úgy építették föl, hogy mekkora legyen a mosogató, hogy tulajdonképpen egy fotósorozatot készítettek, és azt körberajzolták, hogy helyen mosogatnak tányérokat. És a Szabó Eszter Ágnes tulajdonképpen ezt a kézi házi mosogatásnak a lenyomatát hímzi meg, és én ennek a hímzésnek, tehát ez már itt nagyon meta, hogy egyszerre készül a munka, meg hogyan készül, az is már művészet. Abból készítettem tulajdonképpen egy ilyen sorozatot, ami van üveg, 3D nyomat, itt ez a színes 3D nyomtatás, ezt a BM-én nyomtatták ki, ez egy nagyon speckó cucc, mert hogy itt ilyen gipszporból van, és még az idő is elvileg látszik, tehát az a piros rész ott hátul, az, hogy az idő is benne van. Tehát nem csak, hogy maga a forma, hanem az idő is jelezve van benne. És ez a K épületnek az aulájában volt ez a nagy kiállítás tulajdonképpen. Ez meg pedig Don Tamás, ahogy kurátorkodik. Ő például csak arra kértem meg, hogy üljön be és csináljon azt, amit szokott. De ő nem azt csinálta, hogy beült, hanem ő kurátor, úgyhogy telefont vett a füléhez, és körbejárkált, ahogy mindenki, amikor telefonál, vagy föl alá járkál, vagy körbe-körbe, ezek szerint vannak ilyen különböző kurátoriskolák. És ez nagyon vicces volt, amikor nyomtattam a képeket, akkor jöttem rá, most nem tudom, hogy mennyire látszik, hogy ott a baloldali képen egy anyuka a gyerekét szoptatja, aki szintén körbe-körbe járkál, hogy megnyugtassa babát, de ez amikor készült a nyomdába, nekem akkor jöttem rá, hogy ez a két dolog ugyanaz, hogy milyen ősi dolog lehet, hogy ez a körbejárás, ez a saját magunk ilyen nyugvó pontjának a keresése. Akkor hoztam egy korábbi munkát, amúgy ez pont, amíg a Derkovics 2017-ben először kapta meg a Derkovics ösztöndíjat, és ezt Pécsre levittük édesanyám zsiguliát, ez egy 87-es diplomata kékszínű zsiguli, és engem az volt a vízióm, van egy ilyen konceptuális dolog, hogy hol vagyunk jelen, mint a Kossuthnak az 1-3 szék, hogy akkor majd van a szék, a leírás és a fotó róla. Itt meg ugye van egyszerre két jelen, van a valóság és a VR valóság. És itt, ha beül valaki ebbe a VR ladába, felveszi a VR szemüveget, akkor egyszerre van jelen a VR zsiguliban és a valós zsiguliban, tehát teljesen ugyanúgy működtek a kormányt, lehetett forgatni, a pedálokat lehetett nyomkodni, és lehetett a nyúl univerzumba tulajdonképpen ebben utazni. És ez egy ilyen Möbius szalag volt, sehova nem ment az ember, csak így a nyulaknak lehetett így neki pattani, azok meg így elmentek. Úgyhogy... Most a nyúl az a másik fontos motivum, azért van itt egy gyémánt nyúl is kitéve, hogy azért tudjuk, hogy mik a fontos dolgok, hogy a nyúl az honnan jön? Hát én egyébként a nyúl évébe születtem, és én sokszor mondom azt, hogy nem is én választottam a nyulakat, hanem a nyulak engem. Már gyerekkoromban is vannak egyébként velem nyulas képek. Nyulunk is volt egyébként, igazi nyúl is volt.
Van, egyszer csak jött és körbenőttek engem ezek a nyulak. Úgyhogy azóta velem vannak, és ilyen totem állatként így viszem őket mindenhova. Jó, majd érdemes lesz nézni a következő képeket is, mert gyakorlatilag mindenhol lesz. Vagy majdnem mindenhol lesznek nyulak. És akkor a lada, ez egyébként egy összement. Összement és anyagot váltott, és most már betonból van, és ez egy tök analog, mert ugye a VR ladánál iszonyat csak kütyű volt, meg számítógép, meg minden. Amúgy a VR ladán, a nincs berakva, az is az én, ez a, nem rakom be a Leopold Bloomot shortlistnek, mert elfelejtem, meg azt is elfelejtem berakni, amikor az Alkubinak a tetejére felraktuk, pedig az is megérdemelne egy fotót. Az ötödikre egy ilyen nagy daruval jött egy ilyen darus ember, és így a tetejére felraktuk. Én úgy kérdeztem a Kukla Krisztián, de nem engedték, hogy ott maradjon, pedig hát milyen jó lenne, hogyha a mai napig ott marad, mondták, hogy nem szedjem le, úgyhogy sajnos csak 3 napig volt a VR lada az Alkubé tetején, és ugye ez nagyon bonyolult volt, és én szerettem valami nagyon analóg és apró dolgot, és ez itt a betonlada tulajdonképpen. Ha valaki befekszik alá, akkor egy ilyen tükörrendszerbe, egy ilyen, a beton zsiguliba van egy még kisebb zsiguli, amiben egy mini nyúl ül tulajdonképpen, és kicsi 3D nyújtatott ilyen tükörvilágba, mint a Kusamának ez a tükör univerzum, hogy belenéz, és a hangterében találkozik. Tehát a betonladának meg a VR-ladának ugyanaz a hangja egyébként, és én nagyon szeretem a nézőket furcsa pozícióba berakni. Tehát, mint hogy a VR-ladába beültet, itt meg egy ilyen igazi autós alágurulóval alá kell gurulni, ha valaki ezt tényleg meg szeretné nézni. Tehát ez a egészen furcsa pozíciója a nézőknek. Akkor itt most egy kicsit megint egy kérdés, hogy amikor rákérdeztem arra, hogy milyen rajz jelent meg ott a falon, ami eltűnt, amikor ilyen pozícióban ül egy nyúl, igen. Akkor nekem arról az Elhasszán Rózának az a műve jutott eszembe, hogy Róza a túlnépesedésről gondolkodik. Igen. Itt erről mondjuk a Pippi Lottiriszt jut eszembe, aki a nézőket mindenféle pozícióba tesz, és mondjuk a plafonon a vetítést kell nézniük, hogy neked kik azok a kapcsolódási pontok, vagy elődök, vagy tulajdonképpen a művész, akikkel a művészeted rokon, az nagyjából itt kiderült, vagy így említésre került eddig, de úgy kikhez kapcsolódsz, vagy van-e egyáltalán ilyen? Hát, hogy ha van lehetőség, én is nagyon szeretek kiállításokra járni, borzasztó inspirálónak tartom ezt, itthon is, külföldön is, tehát van alkalom, hogy mindig megyek nézni, és legyen az bármilyen, tehát én nagyon nyitott vagyok mindenre. Én, ugye Szirtes János tanított engem, ő nagyon sokat mesélt, ugye a Indigo Erdély, de a Marina Abramovicsról is. Nekem volt szerencsém egyébként találkozni 2015-ben élőben Marina Abramovicsról, ami nagyon meglepő volt, mert hogy néztem én is a dokumentumfilmet ott a New York-i nagy momás kiállításról, és akkor pont Londonban voltam, amikor nyílt neki a 712 óra nevű kiállítása a Serpentine Galériára, és én azt hittem, hogy ilyen iszonyat nagy hype lesz, hogy oda se lehet férni. Ehhez képest simán be lehetett menni a Megnyitón. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt, hogy egy ilyen A-listás művészt így közelről látni. Nagyon sok minden egyébként ilyen inspiráló lehet, és nem csak bármi. Egyébként pont ma nagyon sokat szorongtam, aztán végén ilyen komoly zenét raktam be, azért megnyugtató volt nekem, vagy tényleg nagyon szeretek együtt dolgozni, mert a Szabó Eszter Ágnessel is dolgoztunk együtt, vagy a Bali Jánossal is volt közös munkánk, tehát én nagyon szívesen kapcsolódok más emberekhez, más médiummal, más művészekhez akár, úgyhogy minden ilyen nyitott vagyok ebben a kérdéssel kapcsolatban. Jó, mehetünk tovább. Vagy néha így megakasztanak. Jó, nyugodtan. Úgyhogy ez tavaly volt, 2012-ben Zoltai Lajos a Dokumentáció, Reprodukció, Kollekció című munkám, eszenciája Zoltai Lajosnak. Ez a Modemben volt egy ilyen felkérése, a Debreceni Kép című kiállítás, egy Don Tamás a kurátor, és itt a Déli Múzeummal volt együtt közösen, tartottak ilyen workshopokat, és ott meséltek, a Szabó Anna Villal, a Pance mesélt a Zoltai Lajosról, és engem annyira tetszett az ő története, hogy tulajdonképpen egy ilyen, hát ilyen mindent begyűjtött. Tehát ő elkezdte megfogni a pillanatot, elraktározni, lerajzolni, összegyűjteni, és ő ezeket a sorozatokat csinál. Tehát, hogy nem csak... Tehát ő akkor egy muzeológus, aki ott a Déri... Még a Déri Múzeum az ő cuccaiból, az ő kollekciójából alakult a Déri Múzeum. Az már ilyen sajnálatos dolog, hogy amikor megalakult, őt kb. Abszolút félre rakták. Akkor már csak egy poros öreg úr volt, úgyhogy közben meg ő gyűjtötte, és közben kitanulta a numizmatológiát, meg mindent, tehát régészetet. És ott van ez a fura dolog, ez egy videóinstalláció volt, amit én irattam egy szöveget a Pancával, és akkor ezt egy színészlánnyal felolvastattam, és akkor az Zoltai Lajosnak az életét lehetett tulajdonképpen meghallgatni, hogy miért volt ez
ez különleges, meg érdekes, és hogy mindent, nekem ez a nagyon tetszett az, hogy gyönyörűen tudott rajzolni, festeni, de nem ilyen autonóm bolondságokra facserélte a művészetét, vagy nem is tudom, hanem mit tényleg ez a dokumentációra, és akkor amit látunk a képen, az egy ilyen szemami szappan C 1701-ből, vagy 1791-ből, és fönt van maga a tárgy a Déri Múzeumból, a Zoltán Lajos lerajzoltam, utána készített még róla egy ilyen fekete-fehér rézmetszetet is, tehát mindenből ilyen sorozatok voltak, és akkor az egy furcsa kép, mert ezt így sajnos ketté vágtam, ez egy ilyen portfólió dupla oldala. Én kölcsön kértem a Déri Múzeumban minden olyan tárgyat, amit a bácsi is lerajzolt, meg lefotózott meg ilyenek, és ami most nem tudom mennyire látszik, itt a szék mögött van egy óriásira nyomtatott, azt a mai napig használják, a múzeumi ilyen katalógus gyönyörű szép rajzokkal van, a Zoltai maga rajzolt bele, és erről volt a székről egy fotó, és ott a katalógusról is kép, és ő ezt a ilyen Wundenkammer, mert nem, nincs raktár, mindent kirakunk. Tehát ő úgy tolta, hogy teljesen a plafonig, még a ajtó csücsökben is még valami. Nekem ezek nagyon tetszettek, és persze azt nem gondoltam végig, hogy ezt a marasok dolgot kölcsönkérem, és az a koncepcióm, hogy ezt átrajzom a másik falra, akkor az mennyi idő lesz. Úgyhogy ezt 4 nap 4 éjszaka rajzolgattam a modern falaiban. Ez sajnos egy efemer munka, teljesen ugye eltűnt, meg lefestették. Ez nem akkor volt, amikor a Lakner kiállítás is volt? De igen. Mert a Laknernek meg az az érdekes, hogy van az a nagyon-nagyon híres festménye, ami egy múzeumi karton, tehát egy suba, vagy hogy mondják ezt, tehát egy ilyen pásztorviseletnek a gyönyörű fekete-fehér fotója múzeumi kartonon, arról van egy teljesen hiperrealista festmény, ez csak hozzá. Pedig voltam is egyébként állatvetésen, de az most... De lehet, hogy egyébként az nem szerepelt az a kép a kiállításon, csak az én kedvenc Lakner képem, úgyhogy most ezt elmondtam. És Zoltai Lajosnak volt meg egy olyan, a szintén ő fotózta, egy olyan találat, ami nekem nagyon tetszett, hogy egyébként a századfordulón az első múzeumban ilyen katonáruhás ex-katona bácsik, tehát ez a honvédok. 48-as honvédok, teljesen díszruhában, ők voltak a múzeumi teremőrök. És nekem annyira megtetszett ez a történet, és általában volt egy ilyen ruha ott, amit én elmentem felpróbálni, már mutogattam, hogy miket akarok még fölvenni, és kiderült, egyáltalán nem jó rám. Tehát én iszonyat nagy vagyok, 180 magas, és valószínűleg sokkal nagyobb vagyok, mint ez a bácsi, aki volt a ruha. Már meg is nyugodtak, hogy jaj, de jó, hát akkor nem kell nekem odaadni, meg... És erre másnap bejött a Déri Múzeumba egy férfi, aki mondta, hogy szeretne beajándékozni egy replika ruhát. És akkor hívtak engem, hogy hát nem hiszem el, de hogy pont itt van valaki, és beöltöztetett engem a bácsit, mindene jó volt rám, pont még a cipője is, meg minden, és egy kölcsönkértem, és itt a megnyitón is rajtam volt ez a szett, most nem tudom, az mennyire látszik, de itt az alsó képen egyébként látszik, hogy én ebbe voltam a megnyitón kiskatonának beöltözve, és itt is megint a visszafotózása. Ez meg egy acélképet készítettem, ez egy nyers acél, 2 méter magas, és én egyes, mint egy dagerotípja úgy néz ki, de ez igazából digitálisan van rányomtatva a nyers acélra. És akkor én ezt láttam ki, hogy én majd fogom ott a múzeumi teremőrködni a megnyitón kiskatona ruhába. Meg nagyon érdekelt ez, és most én nőként felveszek egy ilyen férfi ruhát, meg ez a katonázsi, persze nagyon furcsa volt, mert akkor indult ez az ukrán háború, és annyira fölöslegesnek éreztem, hogy én rajzolgatom ezeket a dolgokat a falra, amiközben nem olyan messze, meg milyen dolgok történnek. Úgyhogy ez egy ilyen furcsa dolog volt. Ez 2020-ban vagyunk, ez az ISBN galériában volt, a Rákóczi legendárium, és ezt megelőzően én 19-ben még a Víg utcában, egy pár utcával odébb egy ilyen kisboltszerű dolgot egy hétig uralhattam. Ez a Rákó City projekt volt, és én ott bekéreckedtem. Ott ült a Kobrizsa Ádám, és akkor kérdeztem, hogy mi történik itt. Mondta, hogy hát a művészek ide jönnek, és itt vannak egy hétig. Mondom, figyelj, már én is művész vagyok, nem jöttek ide egy hétig. Mondta, hogy te. És akkor én is oda beköltöztem, kiarnyoztam mindent, elvittem egy masszázsfotelt, sütöttem palacsintát, meg csináltam jeges kávét, és én a random emberekkel ott a 8 kertben beszélgettem, és ilyen történeteket gyűjtöttem tulajdonképpen. Meg ennyi volt az ötlet, hogy majd a vasárnap megfőzöm a kőlevest együtt, hogy akkor majd így gyűjtögetjük a hozzávalókat. És éppen ennek a lecsapódása volt ez a 1 évvel későbbi kiállítás, ahol egy ilyen nagy vetítés volt. Egyébként a rádiós karrierem ott kezdődött 2000
19 júniusában, és az első adás onnan indult, és egy férfi egyébként elmesélte az ő életét, és akkor az volt tulajdonképpen középen, hogy hú, minden volt, hogy villamoson verekedett, nem tudom, 16 évig volt börtönben, meg egészen furcsa történetek voltak, ő is csak az utcáról így betért tulajdonképpen. Várjál, a rádiós karrieredet, azt most csak úgy... Hát már véget ért. Bedobtad, de az mi volt? Tilos Rádión voltam a Hétérítő című műsorban, és tavaly... Mennyi ideig? Tavaly márciusban, 2 év, 8 hónap. Ezt véget ért. Ahogy jött, el is ment. Elfújta a szél. És itt meg ilyen aranyfóliára nyomtattam. Tehát, ami engem érdekel a fotográfiaként, a médium. Tehát az, hogy így a... mint hogy ez most ez egy betonon van, a kép, de hogy mire rakom rá a képet, hogy testesül meg tulajdonképpen, hogy akkor az most egy tortillán van rányomtatva, egy ilyen, nem tudom, különböző anyaghordozókon, vagy bőrön, vagy szőrön, vagy... Szóval ezek nagyon érdekelnek, hogy most ugye megszűnt a kis ezüst. Ugyan valaha készültek is ezüst üvegekre, meg, és azóta szerintem anyagtalan és bármi lehet. És engem ez érdekel, hogy mindig ilyen kontextushoz, ez például azért választottam az aranyfóliát, mert ott az aranyfóliás térben voltam ezekkel az emberekkel, ezért úgy döntöttem, hogy ezt is ezeket a portrékat én ebben aranyfóliára fogom nyomtatni. Ezek az aranyfóliák, ezek ugyanazok, ez ugyanaz... amit lehetett venni, és vittek ki a menekülőknek, mert ez ilyen... Ez a biztonsági fólia, vagy melegítő, igen. Meg hűteni is tud, ugyanazok teljesen. Úgyhogy itt a emberekről, meg volt egy ilyen nagy album, amit készítettem, és ennek meg egy másik munka. Ez a Rózsamama. Ez 2019, ez szintén modern. A Rózsamamáról mit kell tudni? Rózsamama egyébként az én ilyen fogadott nagymamám volt, és nekem nem nagyon hamar meghaltak szüleim, vagy a nagyszüleim. Az anyukám nagyon idős, 44-ben született, édesapám 50-ben, és a nagyszülők azok elmentek havar. Tehát ugye a nagyi 94-ben, a nagypapa 92-ben, tehát úgy nőttünk föl, hogy nem voltak nagyszülők, és anyukám meg a kerületben volt fogszakorvos, és ezek a pacienseknél voltunk mi lepasszolva. Úgyhogy ilyen random nyugdíjasok körül nőttünk föl, de a Rózsa mamának így megmaradtunk. Tehát neki nem volt családja, neki sajnos meghalt mindkét fia, és a férje is, ő túlélt mindenkit. És akkor valahogy összekapcsolódtunk, és vele egy felnőtt korban is megmaradt ez az egész kapcsolat. És az egész úgy indult egyébként, hogy ez csak ilyen, Don Tamás volt itt is a kurátor, de én 18-ban csak ilyen random elmeséltem neki, hogy képzeld el, voltam Rózsamamán látogatóban, és elmesélt egy álmát, hogy az én kiállításomon járt. És mondta Tomi, hogy hát ne vicceljek már, hát ez micsoda dolog, hát ezt meg kell csinálni, ebbe csináljak valamit. És akkor elkezdtem Rózsamamához járni. És elkezdtem vele interjúkat fölvenni, nagyon sokat megbeszéltettem, mert akkor biztos voltam benne, hogy nem akarok egy ilyen néni fejet, ahogy a néni elmeséli az én kiállításomat. És gondolkodtam, hogy hogyan tudom ezt megjelenteni, és akkor én arra jutottam, hogy a Rózsamamától nagyon sok interjúból egy ilyen eszenciális történetet választottam, ahogy egy ilyen élettanúságot mesél el, amit a tükörben lehet megnézni, ha valaki szembe áll a tükörrel, fölrakja a fülhallgatót, akkor egy nyulak fognak rajta ugrálni, és akkor elmeséli a Rózsamamá ezt az egész, minden van abban a történetben, éppen az a vége, hogy nem tudhatod, hogy mi mire jó. Hogy néha nagyon szörnyű dolgok történnek, de lehet, hogy utána abból van valami tanulság, ami később. És nagyon tetszett ez a történet, hogy ez egy tök fontos üzenet, azt gondoltam. És akkor egy ilyen nagy kollázs installáció lett ebből. A Rózsamamá álmát az üvegkiállításról, egy üvegből csinálta meg ezt az álomszerű kiállítást tulajdonképpen, és itt is egy a Rózsamamá instrukciókat adott egyébként. Volt múlt, jelen és jövő, 3 tér volt, ezt így építettem meg, és a jelenben én lerajzoltam a meglévő kiállítást. Tehát úgy gondoltam, itt a kicsi, nagy, visszautalok erre, és ugye én a kiállításban a Rózsamának a fotóit raktam be. És azok az ő kezeírását, mert a Rózsamamá tényleg egyik hajnalba fölkelt, és leírt mindent, és azokat leírtam, amit ő, az ő írását, amiket írt a instrukcióba, hogy a jövőben növények vannak, hogy ott a látogatók is be vannak vonva, hogy mondjuk mit szólnak hozzá, vagy milyen gondolataik vannak, legyen ilyen interaktív rész, és akkor nagyon izgalmasnak találtam. És nagyon sok interjú, meg a beszélgetést, tehát a végén már ilyen hetente jártam hozzá. Ugye úgy éreztem, hogy most össze fogunk kapcsolódni örökre, mert eddig csak mondjuk mit tudom én, húsvétkor átmegy az ember, vagy mit egyébben mondjuk 3-szor átmentem, vagy ilyenek, de utána, amikor elkezdett az egész ilyen hetente járás, akkor én ezt tudtam, hogy ez most már odáig fog tartani, míg Rózsamama van, tehát hogy ezt 93-es volt, amikor ezt elkezdtük, és 95-ig élt, és egyébként meg is mondta Rózsamama, hogy még a 95-öt meg akarja csinálni, és egyébként megcsinálta, tehát 2020-ban ment el. És azokból, amikor beszéltünk, nagyon, én mindig jegyzeteltem, meg mindent hangfelvételre fölvettem,
Egy idő után előzőnként még felvette videóra, és akkor rájöttem, hogy ezt nem fogom használni, mert nem akarok ezt a képet, hanem elég nekem a hang is, és jegyzeteltem, és azokat a dolgokból csináltam ezeket az álomképeket, tulajdonképpen a tükör köré, amik ilyen nagyon ilyen vizuális dolgok voltak. Tehát amikor elmesélte, hogy a édesapja, amikor meghalt, akkor a ruháit elcserélték 4 kiló zsírra, meg 2 kiló lisztre. És akkor nem tudom, ezek ilyen most ilyen 2023-as perspektívában, és ilyen nagyon ilyen szomorúak, meg nyomasztóak. Tehát közben itt is néha két eszembe jut, hogy mit szólna a rózsamama ekkora inflációhoz. Mert akkor ő is mesélte, hogy nem volt mit enniük, és akkor az alatta lévő kép is arról szól, hogyha egy száraz kifi csücsünkünk lett volna, minden kéz érte nyúlt. Tehát ezeket így leírtam, azokat az egy-egy ilyen mondatokat, és most meg már tök érdekes, hogy megint ez van, hogy ilyen iszonyat drága minden. És nagyon sok szeretem, hogy vajon ez... Fú, olyan, még nézzük lenne? Meg a fogat. A fogat, igen. Mert most mondtad, hogy a mamát fogorvos volt. Ja, igen, és az anyukám fogorvos volt. Itt meg volt egy olyan, hogy esélte, hogy a rózsama, hogy az ő édesanyja kivetette az aranyfogait, hogy ők házat tudjanak venni. És akkor csináltam egy ilyen képpárat tulajdonképpen, egy aranyfogról, meg egy ilyen kis házikóról. Ezek ilyen nagyon megmaradtak nekem, ezek a történetek, hogy így ilyen erősen, vizuálisan. És itt pedig a tükör, tehát hogyha szembe állunk a tükörrel, akkor az animáció az így, ott nyilván nyulak rajtunk ugrálnak, és úgy tudjuk megnézni ezt az animációt, hogy tehát a néző belekerül, a saját teste lesz a médium, amin keresztül meg tudod nézni, ami történik az animáció. Ezek ilyen egyvonalas rajzok tulajdonképpen. Minden van benne, háború, vallás, elhagyás, visszatalálás, csótányok, kiköltöztetés. Ezek a furcsa üvegkubusok, mert egyébként édesanyám fogászati rendelőjében voltak. Akkor az ANT ezt nem engedte, hogy neki növényei legyenek, mert imádt anyukám a növényeket. Egyébként furcsa fogorvosi rendelője volt, tehát itt minden volt, üvegpiramistól kezdve, üvegvizeséseken át. Azért kezd megvilágosodni, nem? Hogy onnan jön a Kocsi Olga művészet komplexitás. Vagy szóval hol vannak a gyökerek, jó? És ezek a furcsa üvegkubusok, ezek az ablakban voltak szembe a fogászati székkel. És ezt egy rákospolta üveges csinálta, és én beemeltem itt ebbe a kiejtésbe, és a rózsomától kapott tárgyak voltak benne. Egy ilyen slingelt, ez egy ilyen Lukas kézi varrással készült párna. Ez egy fotó, ez a Marianna néni, vagy nem tudjuk pontosan ki van rajta, tőle ő rakta el, és övé volt a tükör. Tehát nem tudjuk ki van a képen, de ő valamilyen módon kapcsolódik a tükörhöz. A tükörnek még az a története, hogy én az a házban voltam, amivel én felnőttem, de azt rózsamától vásároltuk, mert neki pénze volt szüksége, anyukám meg megvette tőle ezt a tükröt. Éppen a tükör rózsamától van, de mi nőttünk fel vele, vagy tehát az a mi házunkban volt. És ez pedig egy Halloween szintén rózsamától. Ez meg a visszautalva itt már BME-s kiállításra, mert nagyon régen érdekelt már az egyetem alatt ez egy Cassini csatának a parafrázisa, amit én elkezdtem, ez még a régi Mohle Művész Egyetem B9-es már megszűnt B épületében volt, ez egy hosszú expozíció, ugye összeraktam kicsire most gyorsan akartam mondani a rekeszt, igen, elnézést. A rekeszt, összehúztam, igen, és egy hosszú záridővel 177 másodpercig exponáltam, és hogy én végigmozogtam ezt a képet, ami a Cassini csata, és ez ugyanaz történt, csak itt vakusztam. Mert a másiknál nem volt vakú, ott végig exponáltam, és itt pedig fényfüzér volt rajtam. Tehát az érdekelt, hogy ugyanazt a mozgást dokumentálom, és hogyan változik át. És éppen a Műszaki Egyetemes pályázatomban egyébként annól ezt belecsatoltam, mert ennek a kiinduló pontja. És itt valahol egy fotográfiai dolog is van, hogy itt játszik az apparátussal, az expozícióval, a zárszerkezettel, meg ezekkel. És utána volt egy ilyen videó, ahol én ezt elmozogtam, és 2019-ben volt ebből egy önálló kiállításom a Fiatal Képzőszak Stúdió Egyesületében, ott föl volt vetítve a falra, és elmozogtam, és akkor már az ott kivetítve, hogy én ott elmozogtam, és mennyit óra pedig megkértem egy kortárcsáncos lányt, aki ott csinált egy ilyen mozgást ebben kapcsolatban. Ez még szintén 2019, én voltam Future Talents 19-ben, és még egy Magnum ilyen workshopra is kaptam ilyen külön, nem tudom, a zsűri által, tehát két díjat is nyertem, a másik az a Magnum workshop volt, és akkor azt itt készítettem ezt a sorozatot. Negatívok rózsamama életéből, kiderült, hogy rózsamama is fotózott.
találtam nála marha sok egyébként ilyen negatívot. Ő el is felejtette már, én valami fotóalbumot kerestem, de egyszer csak előkerült ez a nagyon sok dolog, és akkor ezeket nekem ajándékozta. Én meg elkezdtem ebből ilyen kis kompozíciókat, ilyen téri elemeléseket létrehozni. Meg itt egy ilyen kis, ez egy ötnapos workshop volt, két ilyen workshop vezetővel a Magnumtól, és velük készítettem egy, akkor én bementem, akkor már kórháza volt Rózsmama sajnos, és bementem hozzá, és akkor az ő álmáról készítettem egy kis rajzot, meg vele kapcsolatban volt, hogy őt még ki is hoztam, azt hiszem a kórházból többször is, és akkor is nagyon élettel teli volt nagyon sokáig, meg rögtön akkor elkezdett gazolni, meg minden, szóval nagyon, ő is ott a kerületben lakott, a 15. kerületben. Ez meg egy korábbi munkám, ez még a Kaszati Galériában volt, 2012-ben, ez az első után önálló munkám, ez az Ágy a házikóból. Ja. És most itt megjelenik az a kép, amivel felnőttél. Igen, ez a Mária ami kép. Alatt alszol most is. Most is a kanapé van alatta, és ez a Vári Vojtovics Zoltánnak a festménye. Ott fönt van, mindegyik egyébként hosszabb volt, ebből is volt egy 10 kép, de aztán próbáltam rövidíteni, és így csak 190 oldal lett a portfólióm, és ott a... itt egérrel is tudok így, itt látjuk, ez az eredeti kép a Vári Vojtovics Zoltán, aki festette ezt a képet, és ez egy oltárkép volt, és ez a Veresegyházi templomba készült, de ezt, amikor volt ez a sarlós kalapácsos időszak, ezt elajándékozták onnan, és ezt a Vári Vojtovics Zoltán anyukámnak az édesanyja, tehát az én nagymamámnak a testvérének a férje volt, az Oli bácsi, és a nagymamámék nagyon sajnálták, hogy hát milyen dolog az, hogy a kegyajándékot így lepasszolják, és édesanyám a fogorvos írt egy levelet, de alá írt, hogy doktor Kovácsi Sarolta, és lehet, hogy adják vissza a képet, hogyha így elpasszolták, és lehet, hogy azt hitték, hogy ügyvéd, és visszaküldték ezt a képet, anyukám nagyon örült, hogy meg a nagyi is, és visszakerült a házba, és nagyon furcsának találtam ezt, én ugye Hollandiában voltam 2011-ben, amikor valami bevillant nekem, akkor már padláson volt ez a kép, hogy én vel akarok foglalkozni, hogy hol a helye ennek a képnek. Nagyon érdekelt a köztér, a privátér, és én elkezdtem vinni ezt a képet mindenhova, hogy ez van egy videódokumentációja is, illetve a VR-ad, meg az összes munkának vannak videós leágazása is, ezeket majd meg lehet nézni a Vimeo-n, hogyha valaki erre még szeretne időt szánni. És akkor sétáltam mindenhol evel a képen, találtam egy hajléktalan férfit, és úgy döntöttem, hogy berakom mögé ezt a képet. És ő nem ébredt föl, én nagyon közel volt ez hozzánk, és hazamentem, és én kinyomtattam ezt a képet. Tehát én neki ott hagytam, hogy ő magáról talál, majd egyszer felébred egy képet, hogy meg akartam vele osztani ezt az élményt, hogy olyan szép volt. Én nem gondoltam bele egyébként, hogy hogyan fogja ezt értékelni, vagy mi történik vele. Én csak ezt a kompozíciót éreztem nagyon erősnek és szépnek, és azt akartam, hogy ő is tudjon róla, hogy ez megtörtént. De hogy vajon mi történhetett vele, azt nem tudjuk. Bukarestben ez ki volt állítva, és akkor ott például úgy döntöttem, hogy a fönti kép az csak föl van vetítve, a lenti meg le volt matricázva a földre, a Nikodim galériában. Ez meg már szintén ennek a, ott látszik, hogy a tévén, egy régi Orion tévén megy a videó, ez a Kaszati galériában. Az előtérben egy nyúl. Egy nyúl volt, mert ott a fülhallgató olyan volt, hogy az emberek úgy kellett megnézniük a videót az Orion, pufi Orion tévéről, hogy egy ilyen nyúl alakú, de nagyon szeretek játszani az emberekkel, mert annyira vicces, hogy jön a néző, és én belerakhatom őt, mint egy szekrénybe, alárakhatom a zsigulinak, becsomagolhatom, hogy nekem ez úgy tetszik, hogy ott valamit én úgy lehet manipulálni egy kicsit az emberekkel. És ott különböző helyekre, az új palotán van, ott egy ilyen dodgemes juniális volt. Ez nagyon kemény. Ja, és fölötte igen, egy ilyen furcsa... De az ki a Szandokán? Vagy? Nem tudom, valami... Hát... Jó, hát nagyon érdekes együttállások igen. Lettek ebből a... Igen, ott a dodgemeztek, és mindegyik meg van mozgóképben is. Ötágú csillag. Tehát mindenből van mozgókép is egyébként. Tehát ennek is van egy videója, hogy én ezt sétálok, hanem az UFO és a dinoszaurus között, így Szűz Mária. Úgyhogy a Tesco-ba is elvittem, ez a Pólus Center, ott végig sétáltam vele. Itt egyszer dőtt a biztonsági őr, de én kamuból azt mondtam, hogy viszem kereteztetni, mert volt akkor még hátul egy képkeretező, meg kérdezik, hogy mit csinálok így ott. Aztán volt egy ilyen hely, én ezt korábban dokumentáltam egyébként, akkor graffitisben volt, meg ez egy ilyen hajléktalan bácsot, oda költözött. Van egy ilyen 17 emeletes nálunk, oda is bevittem.
ott a főtéren is elvittem, felakasztottam egy fára, különböző helyekben, ilyen szituációkba hoztam. Vagy van például ez a sarok, ahol itt ilyen privát Jézus szobor van, és ott a nénivel egyszer beszélgettem, arra most van egy másik videóm, ahol ezt így elmeséli a néni, hogy igazából az egy köztéri szobor volt, csak valahogy ilyen teleprendezés volt, és a kerítés a másik oldalára került. Tehát tök érdekes, hogy itt ilyen sajnos azóta már nincs meg a ház, meg a néni se valószínűleg, mert most már új építésű van ott, úgyhogy átalakultak. És erről itt a videóban vannak ilyen részletek, ezt még PAL-ba vágtam össze, akkor még azt hittem, hogy elég az is, 2011-ben, de ezek megvan úgy full HD-ben, és ott látszik, hogy berakom a képet ott alul a hajléktalan bácsi, meg tényleg a Tesco, meg mindenhol itt így cipelgetem, és nagyon érdekes, hogy a videónak az a vége, hogy megkérdezik, hogy hiszel Istenben? Úgyhogy ez lett a videó vége. Ez meg még egy ilyen 2009-es önarckép feladat, hogy éppen a Barbie baba most nagyon trendy, egyébként aktuális, én is rózsaszínben vagyok. Csináltam ez a, mert én mindig érdekeltek, hogy mi lesz a nagy leszel, és gyerekkoromban elképzeltem, hogy nagy leszek, és olyan leszek, mint a Barbie, és hogy nem fogom elérni a cipőmet. Nekem valahogy ez volt a frusztrációm, hogy a Barbie se tudta, hogy nem fog tudni bekötni a cipőfűzőmet. Ez nagyon zavarba ejtődött tűnt gyerekkoromban, és akkor az önarcképre csináltam ez a mindenből, ami volt nagy, kicsi, tulajdonképpen ez egy ilyen képpárok, még ilyen 2009-ben. Ez egy játszatodás volt. Aztán ez volt a Kogárdban elhívtak 2012-ben a friss 2012-es kiállításra a Kogárd kurátorok, Szabó Noémi, és nagyon örültem neki. Az volt az első ilyen, azt hiszem az volt, hogy a, hogy is volt, a Hóli Olga show-t látták, meg aztán volt a Kaszati Galéria, nem is Kaszati, a Gosdudvarban volt a C-ben, amit a Szeneor Noémi csinált egy ilyen fiatal művészeknek, és azt is így látták, és elhívtak. És én bementem a Kogárdba, bevittem a portfóliómat, és amúgy tőlem egy videót választottak. És mondták, hogy nyugodtan gondolkodjak, hogy hogy akarom ezt a videót kirakni. Tehát ezt a videót választották, ez egy 2 évvel korábban készült egy videófelvétel, és egy 2 évvel később a hangfelvétel. Édesanyámmal elmeséltettem a háznak a történetét. A ház, amiben most is egyébként lakok, ez ahol van a Szűz Mária kép, meg minden van, ott el van temetve anyukámnak a testvére, Kálmánka. Ő 45. januárjában meghalt, 44. decemberében, azt hiszem karácsonykor följöttek a pincéből, és egy gránát érte a házat, és a kisfiút pont így a kis agyánál eltalálta ez a repesz, és bevitték a kórházba, és a nagypapa egyébként úgy jött haza, hogy neki az osztog amúgy lezuhant volna a Lánchídon. Tehát ez is érdekes, hogy ő úgy élt túl, hogy éppen a saját fia temetésére hazajött, és ott van eltemetve a kertben Kálmánka, és én mindig is tudtam ezt a dolgot, hogy a Kálmánka ott van a garázs mögött, és én akartam ebben foglalkozni, akkoriban a Bajor-Gizi Színész Múzeummal foglalkoztunk, és hogy ez a halottakkal, nem tudom, és én nekem ez nem volt rendben, és így akartam ebben foglalkozni, és bementem anyukámhoz. A fogászati rendelőbe leültünk a nővérszobába, és én ezt elmondattam vele, ezt a történetet. És bevittem az egyetemre, és a Szirtes mondta nekem, akkor még csak egy hang, nagyon erős hangfájlom volt tulajdonképpen, hogy én mindenképpen ebből csinálják egy videót. És nagyon sokat gondolkodtam, mert nem tudtam elképzelni, hogy milyen képi anyagot lehet mellé rakni egy olyan történetnek, amilyen, nem tudom, nagyon... Közben az is érdekes, hogy ugye ez nem az én történetem, az édesanyám története. Én ugyanúgy, mint a nézők, csak hallgatom ezt az egész történetet. És egy 2 éve korábban az egyetemre hoztak egy ilyen, amúgy a Műszaki Egyetemről, a BM-ről egy ilyen szuper lassú kamerát. Ez ilyen, mit tudom, 20 000 képet felvesz per másodpercen, és csináltunk ilyen videókat. És én beálltam, és annyi a videó egyébként, hogy én állok, és a végén így leesnek a nyulak. És nagyon érdekes, a szövegben így összeér a legvége, amikor anyukám mondja, hogy és mi nyulad is volt, és ott laktunk, és milyen nehéz életünk volt, és hogy valahogy úgy összepasszol, mint az 1 + 1=3, hogy 2 dolgot egymás mellé raksz, és nagyon működtek. És ezt a videót választották a kurátorok a Kogárdba, és mondták, hogy találjam ki, hogy ezt hogy raknám ki. Hát én gondolkodtam rajta, hogy én semmiképpen nem szeretném ezt egy ilyen screenre, hogy ezt most így, fú, hát ezt hogy? És akkor addig gondolkoztam, hogy akkor értettem meg, hogy én mindenképpen egy teret akarok neki adni. És ez a szekrény lett. Ez a nagymamának a szekrénye, és a szekrénybe beülünk, egy formatervező srácot csináltattam ilyen kis székeket tulajdonképpen a szekrénybe, akkor lehet meghallgatni ezt a videót. Jobb és baloldan ugyanaz az egy videó van. És az egész szekrényből készítettem egy ilyen kollásszerű, ez lehet akár, érdekes mondom, a nővérem először látta, kérdezte, hogy honnan szereztem gyóntatószéket vagy oltárt, de hogy ez a nagymamának ugyanaz a szekrénybe felnőttünk, csak én teleraktam képekkel. És akkor a szekrénynek is több része van, ugyanez a, most neked is kaptam a matricát, akkor kezdtem el ezt a matricázást, és akkor volt nagyon sok kép,
minden elvihető, mert mindig akartam ajándékot adni, meg volt a szekrények szaga is, tele raktam ilyen fahéj illatosítókkal, hogy ennek is, tehát mindenképpen az érzékszervekre, ez a multiszenzoritás nagyon érdekelt, olyan dolgokra is hatni, amire így nem gondolunk. Különböző emeleteken mesél a anyukám a történeteket, ebben a történetben benne van ez az aranykulcs, hogy mesél, hogy és ott volt a Kálmánkának a haja, meg a városállam kulcsa, meg a dédnagypapa azon, ami Philadelphiában, vagy nem tudom, hol ilyen diszpolgárolt, és megkapta a város kulcsát, és akkor ezek bele vannak rakva, meg közben ott vannak ezek a hóliolgás, gagyi, kínai, keretes, tehát hogy keverve a valóságot a nem valósággal, és ott is ott vannak a játékkatonák, mert anyukám mesél, hogy és a Kálmánkát a kisteknőbe a játékkatonákkal együtt temették el a kertbe, és hogy olyan szomorú volt nekik, akkor még volt kutyánk, vagy egyesanyám még kérdés, hogy meghalt a kutya, és annyira szomorú volt, hogy oda sírt a kertben. Egyébként nincs neki helye, csak én tudom, hogy ott van, de nincsen, nem jelölt, nem, csak tudni, hogy ott van. És akkor ez a játék ebben, mi a valóság, vagy mik ezek a tárgyak, ez le van írva itt most ez a szöveg, amit édesanyám elmond ebbe a videóba. És ez volt 2012-ben. 13-ban volt a diplomám, és én a diplomára azt láttam ki, hogy egyébként hivatalosan egy rövid filmmel diplomáztam. És én egy tesenkönyvet szerettem volna készíteni magamról, egy ilyen, ugye, játszik, megint ez a játék a valósággal tulajdonképpen, ugye kiskelet-európai kortárs művészként nem valószínű, hogy rólam fognak csinálni majd a tesenék albumot, ezért nekem kellett magamról elkészíteni. És én nem csak megcsináltam, hanem dokumentáltam magát a készítését is. Nagyon nehéz volt olyan nyomdát találni, iszonyat sokat leveleztem, aki megértette, hogy nem csak az elkészülés, hanem nekem a készítés is nagyon fontos, és én visszaviszem a boltba, és meg is vásárlom saját magamat tulajdonképpen. Teljesen lemásoltam a Duchampnak a tasányét, én úgy 100 évvel később születtem, tehát ő 1887-ben, én 1987-ben, és a laponként a felépítését lemásoltam, és még nagyon nagy hatása volt rám a Ottlie Gézenek az iskola határon, ott a medve naplója, ez a kiutalás-beutalás. Itt van egy fejezet, amit a nyúl naplójának hívnak, és itt is benne van a magában a könyvben, és benne van a könyv készülése. Tehát maga ez is egy időcsavar, hiszen nem tartalmazhatja saját magát a könyv. Itt látjuk, hogy itt ez a filmből van, egy kb. 9 perces videó volt a diplomamunkám, és maga a könyv, és nagyon érdekes, hogy itt ugye megnézzük, hogy hát itt készülnek itt a sorba a könyvek, hát itt megcsináltam a mindent, és mondtam, hogy milyen jó, hiszen leírtam a szakdolgozatból, hogy nekem nem is kell ezt megcsinálni, hiszen elég a dokumentáció. És leraktam a zsűri elé a kinyomtatott példát, és mondták, hogy hát milyen jó, hogy ezt tényleg elkészítem, mondom, na, és itt van a csavar, mert ez mind üres. Tehát látjuk a nyomdát, látjuk a izét, ott a kezedben a kinyomtatott példány, de valójában nem igaz. Egy áldokumentáció az egész, hiszen nem készült el, hiszen csak egy darab van belőle. Amit egyébként elloptak a Derkovics ösztöndíjon a műcsarnokban. Igen, és utána az volt a csavar benne, utána mondtam neki, hogy jó, de akkor nyomtassák le újból. Akkor nyomtattak belőle többet, és a legjobb, hogy a Leopold Bloomról is ellopták. És utána Leopold Bloomról kétszer lopták el, mert kiderült, hogy először a megnyitón elvitték a nem tudom kik, a nagyon VIP zárt megnyitóról, az utána valahogy visszakerült, de utána még egyszer ellopták. Ott már viszont semmilyen kompenzációt nem kaptam, úgyhogy ott csak azt mondták, hogy így jártam, azt annyi. Ez tök jó, mert a műcsarnokban volt régen a nagy könyvlopás. Na, amikor igen. A francia könyveket direkt lehetett a látogatók vinni. Hazavihették, igen. Vagy hazavitték. Úgyhogy ez is abban a diplomafilmből van egy ilyen képkocka. Én ott ilyen furcsa dolgokat csinálok a kertben, tulajdonképpen ezzel indul, a fürdőkáddal, és itt van a kép, ahogy fogom a kinyomtatott könyvet a könyvben. Tehát ugye ez is már egy ilyen paradox, hogy hát hogy foghatom a könyvet a képben, mert hogy hát így. Ez meg egy 2010-es munkám, itt ez még akkoriban volt, hogy mindenhol ki kell rakni ezt a plakátot, és én mindent kihúzgáltam feketére, mert nagyon érdekelt ez a kitakarás és előjövő, és itt össze lehet olvasni azt, hogy Olga nélkülözhetetlen a világnak. Meg volt még egy olyan könyv, az most nincs benne, de egy antikváriumban vettem így intuíció alapján egy könyvet, és azt is az egészet átírtam. Tehát ez a talált szövegben írni egy másik szöveget, a betűkkel való játék, az is nagyon érdekelt. Ez meg egy szintén 2010-es munkám, elképesztő mindent. Ez nagyon tetszik, mert ennek a kiállításnak az volt a címe, hogy Bolondok haza. És ez a bolond... Bolondok
Igen, a Bolondok házában volt, ez 2010-ben, és ott megkaptam egy ilyen termet, és ez tulajdonképpen 16 kg disznózsír. Tehát, hogy ez abból van kiírva, hogy fülolaj, mert van egy ilyen mendemonda, hogy a írók, a Kosztolányi, és ott volt egy nemzetközi írói találkozón, és akkor azt mondta, hogy megkeressék, hogy melyik a legszebb szó a szerelem. Igen, a szerelem melyik nyelven a legszebb, és akkor ő azt mondta, hogy a magyarul az, hogy fülolaj. És mindenki megszavazta, hogy hát ez a legszebb szó, úgyhogy ez ennek az ilyen disznózsírbe való megtestesülése tulajdonképpen. És ez például a Kapa Központban is lett ez a projekt, ez az aranyúl, meg egyébként a Debrecenben. Ez a hacker. Ez a hacker pólója. Igen, itt is a kép a képben. Ilyen nem van. Neked is? Na, én az egész kollekciót megvettem, de nagyon jók azok a pólók egyébként. És az aranyúl egyszer csak életre ker, és lábat növeszt magának, és mindenki aranyúl, egyszer csak így mesztelen, néha pincér, néha, ez például analóg, ez például egy nyúlalakban kivágtam, ez feje lefelé van, egy ilyen középformátumú nyúlkamerát készítettem, ez polaroiddal van. Ez már a Derkovics ösztöndi a Műcsarnokban 19-ben, ott kellett az év elején, nagyon furcsa volt, mert megkaptad a Derkót, utána ki kellett állítani év elején, év végén meg Pécsen, tehát hogy itt egyszerre két kiállítást is kellett csinálni. Itt csináltam egy olyat, hogy Debrecenben rajzoltam egy nyúlalakot, a Szoboszlai Lila kurátor felkérésére a B24-ben volt még hármunkat a Barta Mátét, és sajnos elfejtettem elnézést a harmadik úriembernek a nevét, hárma voltunk, és Debrecen volt a téma, és ott is aranynyulasztam tulajdonképpen. És ott mindenfele, ahol voltak a nyúlnak a pottyai, én csináltam fotókat. És akkor én ott is nagyon furcsa anyagokra nyomtattam, tehát ez az ilyen, ez egyébként valami salátamosó, vagy nem tudom, nagyon tetszett, hogy ilyen furcsa alakja van, meg ilyen furcsa felület, ez egész ilyen hullámos. Plexikre, meg fóliákra, tehát hogy ez a, mi lehet, ez egy bőr például, egy mesztelen nyúl egyébként, és itt vannak betonikonok, itt még rá van nyomtatva, amit mellettünk van, az meg már maga a képbe van belenyomva, az a betonba a kép, igen, ott átszívulva van. Ez az első Kapazin Let's Play-nek egy oldala, ott ez a budapesti nyúl van, ez pedig egy mesztelen nyúl, egy nyúl bőrön, ahol szintén egy mesztelen nyúl van. Ez pedig a Szabó Eszter Ágnessel közös, szintén szent alkotásunk, Irma Five Second, a leesett falatok védőszentje. Ez a Irma, aki egyébként a Szabó Eszter Ágnes lánya, aki tényleg Irmának hívják, itt szintén a Kapa Központ Kapazin Let's Eat workshopán találkoztunk. Mi ott kezdtük el ezt a projektet, és azóta is folytatjuk. Ez majd bemutatunk egy sorozatot, amit a Godó Galériában csináltunk. Ez tavaly volt, 22-ben, és ez az 5 másodperces szabály, az ételmentés. Hát Irma tulajdonképpen megmenti ezeket a leesett falatokat, hogy ha leesik, ez egy ilyen szakrális idő, mi döntünk fölötte, hogy az még megmenthető, el lehet fogyasztani, és hogy olyan érdekelt minket ez a karakterkísérlet, és ez egész ilyen mozgalomszerűvé gondoljuk ezt. Itt egy ilyen hatalmas nagy ilyen gondolattérkép, hogy mi minden van benne, tényleg az ételoltároktól kezdve, vagy vannak ezek a leesett római falatok, amik még ilyen mozaiba vannak, nem tudom, olyan sok része van. Itt a Kapa Központból indult, az új művészeten is végül is lett egy ilyen címlapunk, ugye le volt ez a lecítes kiadványunk, és akkor szerettünk volna, hogy elkezdtünk ilyen köztéri intervenciókat, hogy itt ez nagyon érdekes, hiszen Szalajdaninak a munkája volt, csak mi ezt befoglaltuk, mintha a sajátunk lett volna itt az épület vetítéseknél, meg ilyen köztéri alkotások is, és akkor szerettünk volna egy ilyen hatalmas nagy ilyen oltárt építeni, amit létre is hoztunk tulajdonképpen a Godó Galériában tavaly, és ott egy nagy kiállítást készítettünk ebből a munkákból. Minden volt, kifli gyűrűtől kezdve, itt ennek a tetején is volt egy ilyen gyönyörű sütőalkatrészekből készült, nem is tudom megnevezni, micsoda. Asztaldísz, igen. Micsoda, oltárdísz, igen. Az is le, monstrancia is van, de igen, az meg valami szent, micsoda pontosan a monstrancia, ami szent ereke tartó, igen. Ez is az acélkép, itt megint az acélkép, itt az Irma is kapott egy 2 méteres acélképet. Nagyon érdekes, ugyanazon a vasterepen vettem, mint a másik acélt, de tök más anyag volt. Tehát amikor mentem a nyomdába, azt néztük a nyomdemberrel is, hogy minden ugyanaz volt, mint az előzőnél, de hogy teljesen más volt. Pedig elvileg ugyanazt kértem. Itt az evőkanál monstrancia, amit a Elsa von Freytag Loringhovennek ajánlunk, és ők egyébként egy ilyen, annak ilyen
Mende mondák, hogy nem is a Duchamp készítette ezeket a munkákat, hanem ő. És neki van egy olyan munkája, amikor ilyen kanalakból van egy ilyen fejdísze, és akkor itt készült el. És most egyébként meg elkezdtem ezen zenélni, rákötöttem ilyen dolgokat, és most eve fogok majd zajzenélni a hamarosan debütáló zenekarunkkal. Itt vannak ilyen epoxiba, ilyen étel, nem is tudom minek hívni ezt, ilyen falatkák. És itt a hátulja is ennek a objektumnak, elől hátul, itt megint ez a fóliára megjelent kép van, itt ez a csúcsdísz, ezek pedig a tortillalapok, amit a kapáskiáltáson úgy kikeményedett, mint a tányérok így mereven megálltak. Még itt is volt ez a tékövéjárc, itt gyűjtöttünk pénzt egyébként a heti betevőnek. Itt volt a Szabó Eszter Ágnes hímzett egy ilyen gyönyörű, szép ilyen kis középső részt. Itt volt egy kis acélkép, amit már nem tudom, meséltük, hogy felajánlottunk a most elhunyt igen. Moritz Sabjának, igen, volt a Einspach galériában egy ilyen árverés, és ezt ott felajánlottuk, ezt a képet meg is vásárolták. Itt volt egy ilyen, ez egyébként a lakatos iskolában ezt én készítettem, ennek a középső valaminek, ezt nagyon büszkén én lakatoltam. Ezt pedig egy ilyen talált falvédőre nyomtattunk, ez még a nagymamámnak a házában volt, és ez pedig a Szabó Eszter Ágnes, ez a mi találkozásunk, és itt ez a vizitáció megjelenése az Irmának. Ez egy fényinstalláció igazából, egy projektor, és akkor betükröződik, és itt pedig a megjelenése, amikor az Irma itt a krumpliból előtör, a rizsrapokból, a gránátalmából, a kávészemek, csináltunk ilyen köztéri akciót, amúgy ez nagyon sokáig ott volt, ez az Oktogonnál volt, és ez nem is tudom, nagyon sokáig ott volt. Egy évig ott volt legalább, úgyhogy... Ja, igen, ugyanaz, művirágok is anyukámtól vannak, mert amikor a ANTS nem volt elég, hogy bezárja anyukám a növényeket, tehát először voltak növények, akkor elkészültek az üvegbúrák, de azért mindig nem volt elég az ANTS-nek, és mondta anyukám, hogy jó, akkor művirág. És akkor a végén tele volt minden az üvegizék művirággal, tehát hogy így mindenhonnan jött. És itt voltak itt a kisboltokban is feltűnő Irma matricák, és itt meg a Kapa központban a kiállításunk, úgyhogy itt pedig a tortillalapok, tehát ez a fotográfia, min lehet, bármin. Én például a tortillára is készítek képeket, meg készültek nekünk még mézes kalácsok itt, és ez a vége. Ez fantasztikus volt, ez, várjál, nem tudom milyen sebességgel beszéltél, de pont egy óra, 19 óra 6 perckor fejezted be, holott 18 óra 6 perckor kezdtük. Úgyhogy ehhez csak gratulálni tudok, és hogyha van bármilyen kérdés a közönség soraiból, ami a levegőt vesz az Olga, akkor azt tegyék föl, vagy tegyétek föl. Na? Mert így most nagyon furcsa lesz, hogy idáig ilyen tempóban beszélt, és most így csöndbe maradunk. Lefordulok a székről. Igen. Na? Azt szeretném kérdezni, hogy amiket kitalálsz, annak hányan részét tudod megcsinálni? Nagyon jó kérdés. Én pont tegnap írtam valakinek, hogy legalább ilyen 7 életre való gondolat van a fejemben még. Úgyhogy bele kell húzni, hogyha ebből mit szeretnék. Iszonyat sok füzetke van nálam mindig. Egy időben próbáltam külön projektenként füzet, akkor most csak egy füzet, akkor néha ez a teljes káosz, akkor külön egy-egy projektnek külön füzet. Most ott akkor leírok mindent, hogy legalább így valami írás. De én ez a manuális kis füzetbe, kis tollal, és akkor jegyzetelek magamnak, meg firkálok, meg rajzolgatok. Én nem ilyen nagyon szép sketchbookokat vezetek, amit itt, ha kinyitunk, akkor mindenki elámul, hogy atya úristen, de szép, hanem én csak ami eszembe jut, amilyen gyorsan tudom, mielőtt eltűnne az ötlet, még gyorsan megpróbálom leírni. Ez például tegnap készült el, tehát ezt is így kitaláltam, nem tudom, egy 2 hete, hogy én akarok egy ilyet, készítem ott, ahol az a, nem tudom, be lehetem mondani, a VPKFT náluk szoktam rendetlenkedni. Ők ilyen köztéri butorokat csinálnak, és hogy néha de beengednek játszani. És hogy nincs egy kereköntő formátok, és akkor mondták, hogy te van.
És nagyon örültem neki, de egyébként aranyosabb, mert csinálnak, ha nincsen. Tehát ennyire megszerettek ott engem, hogy nem, hogy avval játszatok, ami van, de még nekem is akár külön készítenek dolgokat. És akkor nem tudom, volt egy ilyen vízió, hogy szeretnék egy ilyen nagyot csinálni, hogy akkor ez így milyen, hogy működik. De ez is most így ma tegnap lett készen, tehát hogy ez ilyen friss, még kicsit aranylik, meg még porzik, meg nem tudom. És nagyon köszönöm, aki segített behozni ott a gépjárműből a 30 kilós kis aranytalléromat. Igen, ez most teljesen exkluzív. Igen, most debütáló. Igen, vagy tényleg debütáló műtárt. Igen, vagy tényleg ez a zajzenélés, a monstrancia, azt most kár, hogy nem hoztam el, az FKS-ébe jöttem, most ott van, azt is behozhattam volna, és itt nyomunk egy gyors koncertet. Hogy az is elkezdett érdekelni, hogy nyáron elkezdtem így forrazgatni, és annyi minden, néha azt gondolom, hogy túl sok minden érdekel, ez lehet egy probléma, vagy lehet, hogy valaki szerint probléma. Nagyon sok bőrt vettem, ezek az aranybőrökből most én felhalmoztam egy kupacot, hogy akarok majd egy ilyen sorozatot csinálni, mert beszabadultam a Tibike bőriket, csak még több ilyen reklám KFT-t, de annyira vicces nevük van, nem? És megláttam, és ilyen, az az érdekes, hogy ez a bőr is, hogy ilyen 2-3 évig otthon volt. Tehát csak egy barátnőm elvitt, hogy egy ilyen textiles lány, moméról, hogy nincs a kedvem elmenni, mert mondom, persze, hogy van, és így megnéztem, és gyönyörű, és hogy vettem ezt az nagy aranybőr, de fogalmam se volt, hogy én mi a jó Istent fogok abba csinálni. Tehát én nem értek a bőrhöz, nem tudok varni, meg semmi ilyesmit. Hazavittem, és néha vannak ilyenek, mint az a videó is, amikor 2 évvel később, hogy ez több idő, mire a helyére kerül a dolog. Vagy például van most egy ilyen jövőbeni projektekről, a rúzsmama meghalt 2020-ban, és akkor én mondtam, hogy rám ne hagyjanak semmit, tehát én nem szeretném a negyedházát, nem azért barátkoztam vele meg semmit, de akik örökölték, mondták, hogy bármit onnan elvihetek, és elkezdtem marhasok mindent így elpakolni onnan, még otthon állnak ilyen dobozokban ilyen fotók, meg kidobáltak mindent. Én ezt nagyon szomorúnak tartom, hogy most valaki véget ér, és akkor a szemétté lesz minden. És azt abból szeretnék majd csinálni egy olyan dolgot, ami a rendszert rajzolja ki. Tehát a Magyarország hogyan alakult ebbe a 95 évben, marsok levelet, meg mindent raktam el, és akkor írja, hogy elvtársnő, írja, hogy ezek a... És őről amit lehet tudni? Tehát... Külkereskedelemben dolgozott egyébként. Aha. Ilyen gazdaság. És majdnem ugyan, a Medip, nem is a milyen PEX, nem elfejtem a nevét a vállalatnál, majdnem ugyanannál vállalatnál dolgozta egy helyen, és hogy volt is egy ilyen kiadványa, úgy meg tudom mutatni, azt is valahol megvan. Azt lehet, hogy megkeresem ezt a PDF-et, hogyha itt lehet, itt végig fogjuk nézni a hatalmas nagy rendetlenséget a Winchesteremen. Húha, mert van egy ilyen, lehet, hogy sose fogjuk megtalálni, rendetlen vagyok. Nem, talán meg lesz. Nem? Na, lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez nem az fog megnyílni, hát ami tök más nyílik meg. Na? Nem, ez nem az. Nem, ez egy másik. De mindig nagyon sok érdekes dolgot álltam, például tök jó volt, hogy, de szóljam meg megmutatni, hogy a rózsamama még pengőt elrakta, mert ott volt, hogy pengőket gyűjtögess, gondolj öregkorodra, és ott van mellett egy levél, 2014-be küldik, hogy nem ér semmit. És akkor ez annyira szép, hogy ezek a kis befizetett által, és ezek a tárgyak is nagyon, nagyon furcsa dolgok, hogy így ezeket így elkezdtem így válogatni, még bőven majd van még válogatni belőle. Hogy éppen ez a Magyarországról mit rajzol ki ez az egész. Tehát, hogy egy ilyen személyes életen keresztül, hogy az ő fia az egyik öngyilkos lett, a másik rákba halt meg, hogy a férje igazából meleg volt, hogy ezek hogyan rajzolódnak ki, de hogy nem is az, hogy ez a személyes szál, hanem ami mögötte van. Tehát, hogy valami olyan dolgot szeretnék így megmutatni ezeken keresztül, ami az országról kimutat valamit, hogy ezekből a rajzokból. Tehát, hogy így találtam egy levelet, amit van benne, hogy ott a TB-nek írja, hogyha most összeházasodik valakivel, akkor elveszíti a nála lakó édesanyja özvegyi TB támogatását, és akkor így egyszer csak kiderült, hogy mi Rózsma újra akart házasodni, és tök érdekes, egy hivatali levélből a végén írja, hogy nem tudom, tisztelettel, nem tudom, ilyen elvtársnő, és akkor hogy ilyen nagyon furcsa dolgok rajzolódnak ki így az egészből, de ez még egy ilyen hosszabb dolog, mert nekem is ezt a feldolgozni, ezt az iszonyat mennyiségű dolgot, meg hát most vannak még a doktori, a be nem fejezett doktori, azt most már nagyon be kell fejezni, meg annyi minden. De azért még. Az a huszáros, vagy nem huszáros, hanem a honvéd, vagy honvéd huszár egyenruhás műből is, meg ott abból a Déri Múzeumos projektből is kiderült, hogy azért ez a történelmi érdeklődés is mozog benne. De hogy az mióta?
Hát nem tudom, az mindig is érdekel. De itt kölcsön adta a ruhát, amilyen Sándornak hívták, ők ilyen újra játszanak ilyen háborúkat. És mondta, hogy van kiságyú is, szóljak, ha kell, 120 kilós. Mondtam, hogy most talán nehezen tudom beépíteni ebbe a koncepcióba, de lehet, hogy fog érdekelni. És hogy Nyíregyházán egy ilyen, nagyon kedvesek voltak egyébként, én nagyon, meg is lepett, hogy nagyon aranyos, eljöttek a mennyitóra is, és nagyon aranyos emberek voltak. Nagyon örültem neki, és hogy nem tudom, ez is nagyon érdekelt, így nem, minden érdekel, vagy nem tudom, kevés dolog van, ami nem érdekel. Itt szoktam talán fogalmazni. Az lenne egy záró kérdés, hogy mi az, ami nem érdekel. Tudsz-e olyat mondani? Hát például mindig azt mondom, hogy a programozás ezt meghagyom a férjemnek. Ezt nem akarom megtanulni. Én tanultam, csak nem voltam benne jó, és csak úgy éreztem, hogy ez nekem nem annyira. De néha még úgy elvégeznék egy ács, egy asztalos, egy tetőfedő. Hogyan javítsa meg a saját házamat egyedül? Nem tudom, ezek így nagyon szakács, az is lennék szakács. De mondjuk azt amúgy is vagyok, mert nagyon szeretek főzőcskézni. Tényleg nem tudom, kevés dolog van, ami így nem... Jó. Még kérdés? Na, valami esetleg? Kérdést? Most épp zenekart alapítunk, na? Nekem egy olyan kérdésre lehet hallani, hogy lehet. A nyúlság és ez a holiness, ez hogyan kapcsolódik össze számodra, ha van egy ilyen racionális válasz, ha nincs, akkor nincs kérdésre. Nyúlak, hogyan vannak holiak a univerzumában? Meg hogy a szentség, meg a nyúl, nem? Hát az, hogy hát maga nyúl egyébként iszonyat sok mindent jelent, mindenféle vallásban, meg kultúrában, meg tényleg a koreaiak szerint a nyúl a holdon van, és a rizskekszet készíti az indiánok szerint, a nyúl szintén a holdon van, és a tüzet adja az embereknek. Tehát maga a nyúlnak is van egy nagyon sok spirituális jelentése, vagy a Tiziano képen is ott fogja a nyulat a hölgy, szóval nagyon sokféle értelmezés van a nyúlnak. Én úgy gondoltam, hogy nekem ez egy jó patróna állat lesz. Ha már ennyire hozzám nőtt, akkor ő beletartozik ebbe az univerzumba. És ez így maradt most már, tehát, hogy az idők végezetéig és tovább. Barbie, az ágyú, ami majd érkezik, meg a nyúl, szerintem ez most már egy nagyon komplex dolog. Szerintem én az Olga műveit először a V24-be láttam, Debrecenbe, amit a Lilla kurált, a hármas kiállítást láttam, tehát a nyúlbőrös. Tényleg? Igen. Úgyhogy én nekem ez az első emlékem róla, akkor a Kapazinek, meg úgy össze-vissza, de az az érdekes egyébként, hogy most, ahogy végignéztük a portfólióját, az Olga olyan, minthogyha egy ilyen kimeríthetetlen ötlettára lenne a dolgoknak, és közben én, mint művészettörténész, végig azon gondolkoztam, hogy most mi volt előbb, amit másnál láttam, vagy amit az Olgánál láttam. Tehát, hogy olyan tényleg olyan gazdag, tehát mit tudom én, a buharovoknál is a szekrénybe vannak stb. Szóval egyrészt kirajzolódik egy ilyen nagyon érdekes köre a kortárs művészetnek, akik ennyire szabadon, kicsit ilyen dadaisztikusan használják a műfajokat, anyagokat, mindent, és abba próbálom az Olgát valahogy úgy elhelyezni, hogy mindennek az anyja, vagy a testvére, lánya, hogy ki, tehát nagyon érdekes ilyen ábrát lehetne körét rajzolni egyébként. Tetszik. Most még egyébként készülő művekről tudok mesélni még, amit például most pont itt van a közönség soraiban Minkó Mihály, akivel egyébként közösen tervezünk Debrecen városának, hogy tűzesetekben egy ilyen adat fizikalizációs szobrot, tulajdonképpen az adat, mint az adatvizú, csak térbeli dolog, és ott olyan visszakösen az üveg meg a beton, ami marhára érdekel, és sose csináltam még ekkora dolgot, hogy ez 3 méter magas lesz, és a debreceni tűzeseteknek az ilyen feldolgozását, hogy nagyon sokszor leégett Debrecen. És nekem az egyik kedvenc történetem az Szabó Gergelyné története, aki 1640-ben boszorkányság miatt elégették, és a férje Szabó Gergely azt mondta, hogy ha az én asszonyomat elégetik, akkor azt megfogja a Debrecen városának, még a gyermeke is
bűnhődni, és felgyújtott a Debrecen. Tehát írják, hogy május 1-én felgyújtották Szabó Gergelynét, és május 6-án látják Gellér Imre házánál bolyongani Szabó Gergelyt, majd lángokról lángokra megy a város, és hogy annyi, hogy még írmagja sem maradt semminek, és persze végén lefejezték Szabó Gergelyt, de nekem az annyira tetszett ez a szerelmi történet tulajdonképpen. És az, hogy ezek dokumentált boszorkányperek, tehát ezt majd vissza lehet keresni, egészen abszurdnak tűnik, hogy 1640, és le vannak írva, hogy ki, miért, hogyan, miért. Nekem ez nagyon tetszett, ez a, ilyen, a szerelem miatt belángra borult Debrecen, és leégett. És hogy egy nagy installációt tervezünk, és hát most annak a hamarosan elkészül pár héten belül. Illetve most van egy ilyen felkérés, amit még pont az, hogy néha én is gondolkozok, hogy néha túl sok mindent csinálok, hogy vannak művészek, ugye valamire ráakadnak, és akkor csak egyféle dolgot csinálnak, hogy akkor mondjuk mit tudom, ilyen bőrképeket csinálok, akkor következő 20 évenben csak bőrképeket fogok csinálni, ez az én médiumom, vagy most az acélképet látjuk, akkor én csak acélra fogok, és akkor az a kocsi Olga, hogy én az acél bármit, amit az acélre nyomtatok, és akkor én meg nem ilyen vagyok, illetve most lehet, hogy pont a Szabó Veronika, aki most a Liget galériában van, ő felkért, hogy a úgy gyorsan akartam mondani, Csapó Idával, én is szálljak be hozzá, hogy segítsek neki, vagy hát ilyen közös kollaborációra. És ott például a Csapó Idánál voltunk múlt hét pénteken, így megbeszélésen, és akkor szóba került, és mindenféle tárgyak vannak, hú, én imádom a tárgyakat. És hogy ott, hogy vinnének oda egy szekrényt, és ott jobb kézni, ott volt egy ilyen kis tükrös szekrény, és akkor most kicsit ilyen rózsaman parafrázis lett, mert mondtam, hogy jó, akkor vigyük azt, akkor építünk egy ilyen hatalmas oltárszerű dolgot a nagyon sok tárgyból, és én lehet, hogy az Idával csinálnék interjút, amit, és akkor most is gondolkozom, hogy hú, most kétszer ugyanaz lesz, tehát mert már volt, nem? De végül is valaki meg egészen ugyanazt csinálja, akkor lehet, hogy én is megengedhetem magamnak, hogy mondjuk kétszer ugyanazt a dolgot csináljam. De ez is még egy abszolút készülő dolog, ez januárban lesz. Egyébként hímez, tessék. Na, itt, hogy itt a hímzéseket, úgyhogy valami családi dolgot, úgyhogy családi dolgot, és ennek a kibogarászásába én is segítek, hogy ezt, mert mondtam, hogy szerintem egyébként a legérdekesebb ő, tehát hogy nem ezek a hímzések érdekesek, hanem hogy ő, ahogy mesél erről az egészről, mert azáltal tudunk kapcsolódni hozzá. Tehát, hogy önmagában most nézek ilyen valamiket, de a sztori az érdekes, vagy egyébként engem mindig azt tud behúzni, meg megfogni, hogy ahhoz nagyon jól lehet kapcsolódni szerintem. Úgyhogy nagyon várom ezt, hogy ez milyen lesz, vagy még milyen lesz. Meg hát még ez a séta Pannonhalmára, itt a túl sok minden miatt, tehát itt folyamatosan tolódott, hogy amikor március volt, akkor áprilisban jött a kiállítás, akkor mondta a Józsi, hogy nem kell nekem most így márciusban hideg lesz, majd a jó idő lesz. De a nyárt elrepült, igen, és most jön a november, és megint hideg van, de hát most kell októberbe lesétálni, nem tudom, már tegnap el kellett volna indulni. De úgy, hogy már megtervezted, hogy hol fogsz? Hát úgy néha, de aztán meg így elcsapódom, és ez hogy Rákospalotáról akarok lesétálni Pannonhalmára. 130 kilométer, úgyhogy először ilyen 6 napot gondoltam, azt, hogy aztán elég 3 nap is, de aztán őszintén szerint nem nagyon vagyok edzésben. Úgyhogy lehet, hogy jó az a 6 nap, és a 7-én meg megpihenünk igen, majd. Igen. Úgyhogy még ezek vannak itt, de mindig van valami a fejemben pörgő ilyen káoszból, épp amit épp kinyelek, és akkor hú, akkor ezt most gyorsan, ez az üveg most nagyon érdekel, mint anyag, azon is most szerencsére nem iratkoztam be a kisképző üvegszakára, bár nagyon nézegettem, nehéz volt, de kibírtam, hogy nem kezdtem bele még egy szakba. Nagyon érdekel az üveg, tehát hogy ez a debreceni installációban is lesz üveg, és valahogy az anyag, ez a ott lévő, nem ott lévő, vagy egy barátom fogalmazta meg, hogy hogyan várunk saját édesanyánkát, hogy anyámat is az üveg, az így, hát mennyi üveg volt ebben a rendelőben, az az üvegasztal, az is mind az anyukám csináltatta az üvegessel. Tehát, hogy, és még vannak ilyen, itt az egész interiőr, itt az üvegasztal is a rendelőből van. Tehát az üvegasztal is a saját, hogy ki tudom itt nagyobb rakni. Tehát ez egy üvegasztal, amit szintén anyukám csináltatott, meg itt ez alatt is voltak üvegszekrények, tehát minden üvegből van, és most rajtam is ugyanilyen üvegmánia van, és a BMW-s kiállításra 220 kiló üveget, az majd már nem is tudom hány négyzetméter, amúgy azt mondta nyomdászemben, ilyen 50 négyzetméter körül nyomtattunk, valami ilyesmi volt. De hát az őrület sok, és főleg az, most nézek valakire, amikor egyedül kell bepakolnom az autóba, mert nem jöttek el segíteni, akkor azért nem gondoltam azt, hogy ez egy jó dolog, hogy a 180 kiló acélt, meg a 220 kiló üveget, és akkor azt gondoltam, hogy valami médiumot kéne váltani, úgyhogy azt hiszem, sejem képeket fogok a jövőben készíteni, vagy nagyon könnyű anyagot, vagy nem tudom.
De szerintem így az üvegek kapcsán visszakanyarodhatunk oda, hogy 100 évvel születtél Duchamp után. Igen, a nagy üveg. A nagy üveg. Úgyhogy ha nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen a figyelmet. Fantasztikus volt szerintem ez a... Én köszönöm. Ez a nagyon intenzív és... Végnéztük, én egyáltalán nem hittem, hogy a 190 oldalas portfólión átjutunk, de átjutottunk. És átlátszó a dolga, mint az üveg. Köszönöm. És a nyulak is valahol itt ugrálnak körülöttünk, úgyhogy köszönjük szépen, sziasztok!